Sziasztok, Lenzsér Oliver vagyok, 28 éves, youtuber, online riporter és online videós tartalomgyártó. A Sasszem klinikánál most a videó felvételekor körülbelül egy másfél hónapja volt az én műtétem, lézeres szemműtétem, a Femtos Smartot választottam, és ugye most ideje van egy kicsit bejelentkezni és megnézni, hogy hogyan látok. Nekem a látással kapcsolatos problémáim azok körülbelül olyan 5-6 éves koromban kezdődhettek, ez olyan általános iskolában volt, nem láttam a táblát, és akkor már jött a szemüveg, ami akkor még csak mínusz és feles volt, majd utána ez évről évre sajnos romlott. Egészen odáig, hogy mínusz 2 és feles volt, tehát ott már tényleg szemüveg, illetve kontaktlencse nélkül nehéz volt létezni. A kontaktlencsére hamar átváltottam, nyilván inkább a szereplés, illetve a munkámból adódóan nem igazán szerettem magamat szemüvegben látni. A kontaktlencse bevált alapvetően, de nyilván kellemetlen volt reggel este behelyezni. Igazából kiszáradt, 8 óra ugye bent lét után már szúró, már kellemetlen érzés volt. És igazából itt a Sasszem klinikáról a Patocska Oliver barátomtól hallottam, ő ajánlott be alapvetően, mondta, hogy neki volt, hogy igazából másnap tudott vezetni, tehát nem kellett itt egy hétig nyüglődni ezzel az egésszel, úgyhogy végül is rávettem magam, tényleg annyira rutinszerű műtétnek hangzott, illetve annyi mindent hallottam már róla, hogy alapvetően nem volt olyan hatalmas félsz ebben az egészben, vagy egészen kapcsolatosan bennem, úgyhogy voltam különböző felméréseken, alkalmasnak találtak, és akkor el is jött a műtétnek a napja. Azt kell tudni, hogy alapvetően egy ilyen 10 perces műtét volt, 15 maximum, nyilván az előzőleges érzéstelenítést és várakozásokon kívül, de hogy igazából egyetlen egy kellemetlen érzésen kívül, amikor behelyeznek egy ilyen gyűrűt ide a szemgödörbe, ami picit ugye megnyomja, és ugye az idegeket elszorítja, tehát ahogy én nevezem, egy ilyen blackoutot kap az ember, elsötétül nyilván, hogy ott lehessen dolgozni. Ezen az egy kellemetlen érzésen kívül igazából semmit nem érez az ember, és nagyon hamar is túl van rajta. Aznap még kicsit fényérzékeny voltam, másnap már tényleg tudtam vezetni. Víz az ugye egy hétig nem érheti a szemedet, egy hónapig ugye nem lehetett belemenni sajnos a Balatonba, hát nem maximum idáig, de hát azt nem tudhatja senki. Úgyhogy aprócska kis tartások vannak ezzel kapcsolatosan, amit ugye el kell viselni, de alapvetően megéri. Nekem 120%-os lett a látásom, ami akkor nem tudtam, hogy mit jelent pontosan. Megkérdeztem a doktornőt, hát nyilván mondta, hogy egy 100% az egy átlag, tehát ahhoz képest mérnek, úgyhogy ahhoz képest jobb lett igazából, amit én érzékelek. Tehát amikor kontaktlencsés voltam, akkor nem feltétlen mondtam volna meg, még kontaktlencsében sem, hogy mi van ott a messzi hirdetőoszlopon. Most már azt mondhatom, hogy igen, tehát ilyen körvonalak erősödtek. A fényérzékenység az most így másfél hónap távlatában szerintem már így eltűnt nagyjából. Nyilván napszemüveget még kell hordani, hogyha süt a nap. Árnyékban, illetve ennél a fehér égboltnál nem, hogy azért erősödjön. Úgyhogy hát nagyon nem bántam meg, hogy belefogtam, és nagyon köszönöm a Sasszem klinikának.